A diéta eredeti, régi értelmében megváltozott életmódot jelent. Az életmódban benne van a táplálkozás is. És minden a betegségek többségéhez, de az endokrinológiai betegségeknél pedig különösen fontos, és a terápiának az elengedhetetlen része a táplálkozás. De a táplálkozás, a megváltozott étrend, a diéta jótékony hatásai az orvosi kezeléssel és a fizikai aktivitással együtt fognak érvényesülni. Mint minden diétának, vannak alapelvei, ami mindenkire azonos. Azonban, ahogy nincs két egyforma ember, hogy valójában nincs két egyforma diéta sem. Amikor a páciens eljön a dietetikushoz, akkor egy táplálkozási anamnézissel kezdünk, hogy megismerjük a betegnek az életvitelét, táplálkozási szokásait, a gyógyszeres és egyéb orvosi kezelését, és ehhez fogjuk alkalmazni a diétát. Az első alkalommal mindig elmondjuk az alapelveket, mert fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk, és tudja azt, hogy egy dietetikusnak mi a fontos, miért kell azt az étrendet betartania, és hogyan lehet rajta változtatni. Amikor ezzel a sok-sok információval hazamegy, kipróbálja, megnézi, hogy mi működik, mi nem, visszajön a dietetikushoz kontrollra, és akkor történik az igazi egyénre szabás, amikor a problémáknak, életvitelnek megfelelően átalakítjuk. Mert ugyanez a diéta mégis más annál, aki irodai munkát végez, más, aki szalag mellett dolgozik, más, aki rohangál, és mindegyik embernél meg kell találni azt az ideális állapotot, amit ő be tud tartani. A dietetikusnak az a célja, hogy a páciens ne csak megértse, hanem alkalmazni is tudja a diétát, és ez az étrend, ez nem 3 hónapra szól. Tehát nem a megszorításokról szól, hanem a racionális változtatásról, hogy finom, jó ízű ételeket egyen, és egy jobb életminőséget élhessen.